Budapest, Elleg Ferenc, 44, napjaink egyik legnépszerűbb színésze, számos sorozatban, filmben és színházi előadásban szerepel, így óhatatlanul megtalálják a rajongók a közösségi oldalakon. A színész nem csak kedves üzeneteket, de alkalmanként konkrét randi ajánlatokat is kap. Elleg a vasárnapi Blicknek elárulta, néha el is fogad egy-egy ilyen felkérést, ugyanis állandó munkái mellett nagyon kevés ideje marad a magánéletére. Gyakran kapok rajongói leveleket vagy üzeneteket a közösségi oldalakon, ahol egy-egy néző, aki látott a színpadon megkérdi, hogy esetleg találkozhatnánk-e. Előfordult már, hogy igent mondtam, aminek egyszerű oka volt. Az embernek a munka mellett gyakorlatilag nincs ideje ismerkedni, mondta Elleg Ferenc a Bőuék című vígjáték sajtótájékoztatóján. Amikor nem voltam kapcsolatban, előfordult, hogy válaszoltam néhány üzenetre, illetve elmentem egy találkozóra is, mesélte a színész, aki ritkán enged betekintést magánéletébe. A Bőuék egyik alapkérdése a párkapcsolaton belüli őszinteségre helyezi a fókuszt. A színész úgy véli, fontos az őszinteség, de csak bizonyos mértékig. A fene nagy, olykor tapintatlan őszinteségben nem hiszek. A kedvencem például, ha valaki azt mondja, jaj, de meghíztál. Mintha az a valaki ezt nem tudná. Van, amikor nekem is mondják. Én ilyet sosem tennék. Persze a problémákat meg kell beszélni, de mindig tapintatosan. Egy párkapcsolaton belül is mondta a színész, aki szerint az, hogy a filmben a szereplők belelátnak a másik mobiljába, nem vezet sok jóra. Szerintem kell egy bizonyos intim szféra, és ha a kapcsolat megfelelő szinten áll, nem ismerülhet fel a bizalmatlanság. Ha viszont gond van, akkor arról nyíltan, őszintén kell beszélni, tette hozzá Elleg Ferenc. Külföldön is gyakori, a hollywoodi sztárok között is előfordul, hogy a civil életben ismerkednek. Matt Damon, 48, és így ismerte meg feleségét, Lucia Neberlosót, 42, még 2003-ban, amikor a lesi fotósok elől egy bárba menekült. Ott futott bele a pincérnőként dolgozó Lucianába, aki elbújtatta a pult mögé. Két évvel később összeházasodtak, azóta 4 gyerekük is született.